Hétfőtől pályázhatnak a civil szervezetek az iskolákkal és az önkormányzatokkal partnerségben a fiataloknak szóló környezeti nevelési és tudatosító programokra. Az összköltségvetés 150 millió lej, egy pályázat legfeljebb 500 ezer lejes támogatást kaphat. A környezettudatosságra való nevelés támogatására pályázhatnak az iskolákkal és önkormányzatokkal együttműködő civil szervezetek. A cél, hogy tanulmányi utak, táborok, előadások megszervezésével, oktatóanyagok kiadásával, vagy akár internetes alkalmazások fejlesztésével arra neveljék a tanulókat, hogy még inkább vigyázzanak a környezetre, és legyenek tisztában ennek elmulasztása következményeivel. Erre 500 ezer lejes támogatást kaphatnak. Olyan pályázatokat támogatunk elsősorban, amelyek több témát érintenek a légszennyezéstől, a hulladék gazdálkodáson és a megújuló energián át a természetvédelmi területek megismeréséig, fogalmazott Táncos Barna, környezetvédelmi miniszter. Nem elég, hogyha civil szervezetek akarják és gyűjtik a pénzt, a támogatást a privát szektorból. Nagyon sok civil szervezet megérdemli azt, hogy állami támogatást kapjon ahhoz, hogy az iskolával és az önkormányzattal közösen beszálljon ebbe az oktatási programba. Ezt támogatjuk 150 millió lejből. Elindult a kiírás. Az elmúlt hetekben nagyon sok tájékoztató, konkrét zoomos, meg online megbeszélést tartottunk a potenciális kedvezményezettekkel, megmutattuk az informatikai rendszert, ahol felkértődtsék a pályázatokat. Azok a programok kapnak finanszírozást, amelyek legalább 70%-ban a 6 és 18 év közötti fiatal korosztálynak szólnak. Pluszpontot jelent, ha 500 személynél többet vonnak be a programokba, teljes egészében a fiatal korosztálynak szólnak, és több környezetvédelmi témát érintenek.